Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden megismételném magamat, hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, a Biblia adott erőt számomra. Kinyitottam, fogtam a nyakláncomat, és láttam, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc egy más irányba fordul ki. Én ezt összeolvastam, ennek volt tartalma, és pontosan ezt üzenem nektek. Hozzátenném, hogy a Biblia az egy régi szöveg, azon kívül ez a könyv német nyelvű, tehát nem mindig szóról szóra adom tovább, de a tartalma az ugyanaz, mint amit a forrás közöl. És most kinyitom a Bibliát, megnézzük, hogy mi az üzenet. Sok mindent elértél már az életedben. És ez így lesz a továbbiakban is. Valakinek szüksége van a te segítségedre. Nálad is voltak problémák a múltban, de most javul a helyzet. Te fogod meghozni a döntést, mégpedig úgy, ahogy te akarod. Te tudsz segíteni, de ha gondolod, akkor visszahúzódhatsz. Az a fontos, hogy ne áldozd fel magadat. Légy bátor. Néha úgy érzed, hogy mások parancsolgatnak neked, és ebből eleged van. Akkor hagyd el ezeket a kapcsolatokat, hagyd el ezt a helyzetet. És ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett ez a módszer, vagy ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, természetesen leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.